Kezdjük már el! Nagyon köszönöm. De nem akarom feltartani. Igazán nem tart fel. Csak nem hagyhatom, hogy így elveszve érezze magát. Jöjjön csak bármikor. Köszönöm. Juli, ön igazán kedves. Ön lesz az első ismerősöm Egerben. Ez aranyos. Inkább gáz. Svekkországban, a Pomber macik őshazában mindenkiről sugárzott a boldogság és vidámság. Szóval tök happy mindenki, tök laza minden. Nyulak azok majd csinálják a vizét, szaporodást. Hogy lehet ennyire örülni egy háborúnak? Hát, én nem tudom. Ki kéne rakni 18 pluszos karikát, hogy mature audience, vagy valami, tehát ez 22 évesen is nehéz megemészteni ezt, amit látok, tehát... Vagy leírhatatlan, bazd meg, ez a túlnyomás, hogy most keletkezett a koponyama, bazd meg, meg kéne lumbálni a fejemet, mert nem bírom. Akkora fasság az egész! Ó, Jézusom! Pedig én akarnám. Van ez a picit kis térkép részlet így Egerről. Nyilván nem ekkora a város, hanem vannak még a külterületek, meg azóta már bővült is. És amit nem fértek ki a térképre, az csak így szimplán így kimutat a térképen kívül. Halvány fingom nem volt arról régen, hogy hol van a kórház, hol a büdös francban van, nem találtam sehol. Aztán nézem, hogy ja, itt van egy ilyen izé plusz szikon, az tessék ott a Markot kórház. Zseniális. Még az a mázió, hogy rájöttünk egy idő után. Juli mégiscsak bejelölte a térképen, oda rajzolta a térképnek a tetejére. A kórház? Nem, Békés Robi mentőszó el, de a kórház? Amúgy sokkal jobb a játék, mint amire emlékeztem. Most így ez a zene, ez így... Hát nem is tudom, hogy ez... Enélkül hogy tudtam eddig létezni? Na jó, annyira nem alaélek ettől a zenétől, de sajnálom, hogy abban a verzióban nem volt, amivel én játszottam. Ah, de nevér, az... Ott is... kiszúrtál a köcsög. Hát a kézog alkalmából amúgy itt szokott lenni, ahol a takaró, meg a... itt szoktam tenni a kis búrámat. Nem, azért annyira nem. Ott van valahol, várjatok csak. Uraim, itt egy livestream megy, hogyha nem zavar. Mi a cérnametétes spagettit csináltak megint? Hallod? Rendeltem tavaszkoszhoz. Azt fotózd le, kirakom Facebookra. Ja Istenem. Egy. Szóval ezt úgy képzeljétek el, hogy kb. A kis ujjamnak a fele. Tehát ez az én kezem csodád. Ez azok a bevágások. Tabaszkó szó. Az a tabaszkó szó, azt kérem szépen, amiért én megküzdöttem. Tehát, hogy az órabéremnek a... nem tudom. Igen, ez az órabéremnek a negyede, érted? Ez a tabaszkó szó, ami 3,7 milli. És az ujjad nagyobb, mint az izé. Rá is önthetem a pöcsömre most tulajdonképpen. Mekkora nyelve van ennek? Miért Loki? Ő a legnagyobb nyelvű kecske a vidéken. Sőt, is meg lehet. Remélem, lányok nincsenek a streamben, mert a kesenye ismerkedik. Pont ez jutott eszembe. Azt állogat a segélyre. Mi? Miért? Akarok én egyszer ilyen profi lenni segnyalásban. Többet nem kell lenni főzeléket, hülye vagy? Ebből az összes fehérje bevitel megvan. Jó, a családját nézni, gyere, most robbantottak fel egy. Ez az! Ne! Mi a fasz? Bugnak hívják. Ez agrokulturális fejlesztés, hallod? Ez tudod, hogy lehet szántani? Igen.
nem akartok fénész alakú kaját, de itt egy csomó halott ember, tessék! Mi a szar? Azt a kurva! Gyermek mágnes is lett! Mi a fasz? Jézusom! Kimentél a mapból, te hülye! Aztán megvan a jetpack! Ugye a livestream végére annyit fogok majd beírni még plusz színnek, hogy nem csak az plusz story about my ankle, hanem plusz még egy balu. Plusz még 8 tonna oltás. Bye, Tibi. Tibi nem is tűzautó. Milyen autót szeretnék? Tűzautó. Jaj, most esik le, milyen dolog. Ugye? What? What? Ne. Ja, hogy az alább kellett volna menni. Na, soha nem lesz végre. Csint! Tibiből izé lett konaköreg. Csinálj rend videókat, Tibi, tök jól van neked. Már nem tudja. Fel is hangosított egy. Nincs netem! Ne így gyakorold már, hogy hogyan kell lehúzni az árucikkeket. De nincs netem! És az ellen a Isten, Tibi! Jaj! Legyen már vége ennek a posnak! Ugye? Na, vége is! De ha gondolja, ajánlom magának a könyvtárost, aki nagy rajongója a nyelveknek és írásoknak. Kérdezze meg őt! Hát, ha még kódot is mutat magának, ha szépen kéri. Értem. Köszönöm. Miért az az érzésem, hogy szinte mindegyik női karakternek bejön a Jonathan Hunt, de így nem értem, hogy miért. Kergetik egymást a macik. Biztos tavasz van. Akkor a hangja van, hogy már megmozdul maga a gép. Hogy találkoztatok? Online. Ez tetszett. Mi van, Kránki, elaludtál? Megnézted, hány óra van, vagy mi a fasz? Ó, elcskúrtad. Haha. Get out of my tent now, you cheeky. Ez jó, ezt az animációt ezt ritkán mutatja meg. De igen, na ezért szeretem ezt a mini játékot, ahogy legyőzött Kránkit, és akkor így visszaszól neked, hogy jó, hagytam magamat, nem kell izé olyan vidámnak lenned, hogy tudja a francsal, igen, szeretjük Kránki Kongot, jó öreg kis makacs, majom. Legyünk bátrak! Gyere! Jó. Oké, jó, úgy néz ki, hogy ez inkább, ez a maszk inkább humorérzéke van, mint sem különleges ereje. Igen, érdekesség, hogy alapjáraton, hogyha bejövünk ide, így a pénztárnál nyilván ki kell fizetni a belépőt. Fú, de ijesztően néz rám. Ne néz rám. Tényleg, miközben játszok ezzel, így néha el is felejtem, hogy basszus, ez most egy snackről készült játék. Pont hasonló amúgy az érzés a 7-Up esetében, ott meg egy ilyen piros pöttyel kell játszani. Az is hasonló, bár az a különbség a között meg e között, hogy ezt végig tudom játszani. Ezt végig lehet játszani, tenném hozzá, így javítanám ki saját magamat. Na jó. Mi legyen? Mi szólnál egy kis varázstrükkhöz? Adnám, bűvészkedik? Azt hiszem, nem tudom. Magical? Szemát! Ez fájt. Igen, egy kicsit nagy szája van ennek, hogy ilyen megdenthetetlen rekordja van. What? You can't have beaten my time? Hát de igen, haver, ezt kőkeményen beszoptad.
és nagyon mergessé tettük őt. Jó sokat megszenvedhetett azért a nyomrult időért, mi meg csak így jövünk, aztán hello, nem volt annyira komoly, nem futott el olyan komoly időt, hogy őszinte legyek. De végül is ez annyira nem vészesen szar, nem? De. Igen. Nem, annyira vészesen nem, csak picit. Lehetne lassabb is egy hangyafasznyival. Tibi? Hm? Itt a kinti ledet babrálom. És... az nem lesz fehér. Nem az nem fehér, fehér, hanem ilyen lassan váltakozó. Egy kis tudod, mert nézd. A fényerőgombat szed lefele. Igen? Fényerőgombat, ha? Így a szexi. Jó. Jó? Jó, jó, jó. Ez már hangzott. Ezek a színek is jó? Az úgy részletkérdése, nekem tetszik. Elbéreztem. Elbéreztet? Elméleztet? Segíts, Peti! Jó, ez pont megvan. Bavar, Júri, Júri, segíts! Aki tud! Jaj, Peti, elszalad! Nem jártam, keci vágod! Menj. Jeez! Sír! Jó sok vágás lesz ebben a videóban. Nem, egy darab vágás lesz belőle. Te, ne itt hívják ki engem Blade Blade Fightra. Na mondtam, hogy el kéne fognod a kihív. Úristen! Bazd meg, Dávid, ebben nem lesz soha semmi. Tehát mi értékes kontentet próbálunk gyártani. Japán kontentet. Sziasztok! Japán kontent egy billentyűzött elemcserével. Honnan tudom megállapítani, hogy melyik műtárgy származik a Gárdonyi házból? Ó, hát ez nekem is nehezen menne, különösen ilyen forgalom esetén. De milyen forgalom? Szerencsére... Én vagyok itt egyedül. És oda kell a Silver Key. Ó, téged is elintézünk így ezzel a gyönyörűséges módszerrel, amit úgy hívnak, hogy játékiba. Húha! Ja igen, amúgy vicces, hogy egyszerre mozgunk ugye a két valóságban, szóval ugyanazokon a helyszereken vagyunk, szóval miközben mozgunk. És most el tudom képzelni, hogy egy taknyos zsebkendőt bedobunk a postaládába gyakorlatilag, és ezzel korruptáljuk az internetet. Igen. Ez mennyire mindfuck? Nagyon-nagyon mindfuck, mondjuk. Ne, az enyém! Ne! Mit akar meg ezek mindjárt öngott? Ró. Mi van? Beleverted a fejedet a billentyűzetbe? Vagy mi történt? Nem. Nyugodtan vagy, hogyha én vagyok a kapuban? Hát jó. Igen, bazd meg. Előző a meccs után, bazd meg én... Előző gólt, amit kaptunk, azután, bazd meg én... Ez a gyerek egy kibaszott tre... Jó, hello. Faszom! Meg kellett szólnom, bazd meg, hogy szar csapat, és hogy visszahozzák, figyeld meg. Ha be tudom dobni, akkor felkerül ez a videó a YouTube-ra. Miért abban nem kerül fel? Nem. Most szóval már nem. Triggered! Na ne! Na figyelj és tanulj, fiam. Beszól a Diamondosnak, ha nézd meg. A Platinumos. Mert megteheti a Platinumos, hogy beszól. Tessék! Bazd meg! Mi a fasz? Mi a fasz? Ne, mit csinálsz? Bazd meg! Na jó, hogyha most nem rúgtok nekem egy kurva gólt, akkor én nagyon-nagyon marcos leszek, és nem lesz ez semmiféle YouTube videó. A büdös francba! Overtime a rohadt anyját! Ötöst, hogy lehet így visszahozni? Hogy lehet? Nincs az az Isten! Power up the salt, fiam! Viszem! Ne! Kurva kamufa! Ne! Fuck me szóval! Add előre, fiam! Add előre! Ne! Jó még! Bazd meg! GG! And
Nem hiszem, azok a nyomorult kékszű kremlingek olyan nagyok és izmosak, hogy... Aztán jön egy ilyen kismajom, és becsicskítja őt a francba. Vicc. Let me guess. You're guarding the door to this retreat. Affirmative. I have a passion for it, sir. And Hugh Bliss believed in my door guarding abilities when no one else would. Hát ez biztos. Ő aztán nem mozdul el semmilyen áron. Only level red prismatologist may enter Hugh Bliss's magical paradise. Megvadulsz! Nem ember! De ő is csinálja ezt a szarságot. Magical. Mi hátarulgod? Haver! Amarra kéne. Majd megiszkulassa. Nem baj, itt vagyok a macsukod. Uj! Ne! Gólhelyzet megint, bazd meg. Hát csak ebből se lesz nagyon sűrűn. Meg lesz! Ott van! Oh! Végre! Nice! GG, guys! Nagyszerű! Na. Jól bevásároltam, elkúrtam a pénzemet egy rakás Pokémonra. Ilyen az én formám. Hát ez már csak én vagyok, na. Ez nem úgy fog kinézni, mint hogyha... Gyorsan. Bazd meg, felgyújtottam a magot. Hát nem hiszed el. Ja, szia. Itt csodálkozik. Meghaltál? LOL. Természetesen. A 8. napon mindenki halott. Ennyi. Ennyire vagyunk képesek. Ez reprezentálja a valódi túlélés képességeinket, úgyhogy ezért most megdöglünk chipsen. Jaj, nem az éjszem már. Hagyjad most kifele. Ne. Ezt nagyon eltaláltam. Get wrecked. GG. Mert ő meg nem tudta azt a szót, hogy referencia. I see. Anyád! Hello. Meg lesz a Flawless Victory? Remélem. Szarrémen. Mi a fasz csinálsz? De idegesítő. Hát egy böröljel, ütlek. Hülye kloppoló. mi a szar? Jézusom, ezt majdnem megöl vele a gyerek. Mi az Shadow Warrior Ninja? Nem lehet az Sasuke 2. Az biztos. Jó, az elófasznak is van vége. Nem. Au. Au, jó van, nem baj. Mindketten elég lovon vagyunk. Egy jó Mortal Kombat, még jó lenne. Mi a szar? Ezeket mindig betalálod. Kezdem kiismerni a hitboxot. De mi a faszom ez már komolyan? Oh! Rám kurtad az izért. Mi a faszom ez? Na jó, ez a karakter szar. De mi a fasz az a range? Mi az? De miért lőtt lefele? Oh! Ne! Ez az! Faszomat! A legopétalanabb karakterre. Mármint, hogy amivel én vagyok, az egy... Ez mi volt? Nem tudom, de jól tetszett. Szia. Ez azért kegyetlen volt, ne haragudj. És még felszedi a fej... Fú, de köcsög vagy! Na, nem. Ja, hogy az én voltam, aki zuhantam? Igen. Én megnéztem, hogy milyen jól leütöttelek a gecibe. Tényleg? Milyen lenne amúgy kézlogolni egy livestream? Egy GoPro-t ide a csuklódra ráraksz, és utána lehetne kézlogolni egész nap, és így lehetne magyarázni. Egy livestream kézlog. Kézlog livestream. Anyás. Egy pot kézlog. Pot kézlog? Jaj, tényleg. Egy pot kézlog, az tök jó lenne. Nem vertek át, tudom, hogy ott el van rejtve egy hordó. Fight. My ass. Tényleg folyton segbe nyomjuk egy hordóval. Figyelj, várj. Most szerintem meghúzzák a váratlant, és valami eszméletlen alacsony ár lesz, vagy kriptovalutában kéri. Mondjuk nem az 1000 régebbi játék a faszomat. Jaj, nem tudom.
Szerintem valami alacsony ár lesz. Nem. Kurva anyád! És igaza van! Kecsire igaza van! Ez nagyon igaz. Tök mindegy, milyen magas lehet, mert megveszik. Mi megvesszük. Hogy azt őt nem érdekli. De mi meg fogjuk venni, és most is meg fogjuk venni. Az, hogy azt őt nem érdekli. De ez biznisz, öregem. Ők az egyetlen vásárlók, és gazdaggá tesszük ezt az embert. Én nem is tudom, hogy miért nem mentnél nyugdíjba a Boszkó. Jó, mondjuk igazából... Kvázi, ahogy ránézünk, kvázi nyugdíjba ment. Igen. De akkor is, baszki, ennyi pénze. Ez egy olyan hír, hogy én tényleg akarok egy Nintendo Switch-et, csak elfelejtettem ezt megemlíteni így mindenkinek, hogy bekapcsolódott a PS4-ed, annak hallatára, hogy itt van egy nekem már egy ilyenem. Na fasz! Szervusz, Márk! Ez nekem is meglepetés. Ja, már nem látszódik a kamerában. Azt a rohadt életbe. És nem akarom, hogy vissza tükröződjön, hanem csak a kamera. Várjál, de amúgy mitől kapcsolatban a PlayStation-om? Nem tudom, mikor kapcsolatban. Szerintem azért, hogy megemlítettem a Switch-et, és akkor ide elhoztam. Üdvözölte! Várj! Ja. De dodzsoltam, jó ember. Ne! Ez jó. Ezt nem láttátok, ez meg se történt. Ez gáz volt, ez cinkes, ciki volt. Szégyellem magam miatt. Nem baj, még jól állok. Az a lényeg, jól állok, teljesen jól állok. Sőt, nagyon is jól állok. Josi, szerintem itt az ideje lezárnunk a videót, mit szólsz hozzá? Azzal, hogy te kirepülsz méltóan, egészségesen és... Fingom is, ne kérdezzétek tőlem, hogy mi ez a boss. Úgy néz ki, mint valami csiga, és fújja a vizet, és ki kell szúrni a szemeit. Vízzel. Értitek? A vízbe, egy vízesésben van benne, és konkrétan folyamatosan ömlik rá a víz, és amikor kiszedi a szemgolyóját onnan, akkor utána lehet lespriccelni megint vízzel, szóval bullshit igazából, de így kell legyőzni. Mert megint meg fogja tudni ide rakom, ő ide tudja rakni, ide meg ide, viszont hogyha ő oda rakja, és én mondjuk ide rakom, akkor én nem tudok, de akkor ki tudom rakni ezt. Bazd meg, akkor ide rakom. Ja, ide rakom. Jó. Ez az. Easy. Megnyerte. Nagyszerű. You beat me fair and square. Good game. Jó, hogy nem azt csinálsz, amit én mondtam. A journey of personal awareness is now complete. We have mastered the most advanced artificial intelligence ever created. You suck so bad. You suck so bad. Milyen parokat nyomnak? Megőrül. Szarrá oltottak minket. Annyira imádom, hogy mostanság már betegségnek tekintik azt, hogyha te videójáték függő vagy. Ja. Ez már elfogadott betegségnek minősül, szóval téged elvihetnek akár kórházba is ezzel a szaros fogással. A pszichiátriai szakvéleményekről is írhatnék egy sor panaszt. Arról én is. Azért gondoljunk már bele, hogy a történelem során mindent, amit az ember felfedezett, az ember megnevezett, amire rátette a kezét, abban mindig lett egyaránt zseniális, egyaránt rossz is. Tehát, hogy az emberiség a gondolatainál fogva egy fegyver, amit ha jól használsz, akkor jó sül ki belőle, ha rosszul, akkor rossz. Igen. És a pszichiátria az azért ilyen, mert minden olyat, amit egy viszonylagos középútnak tekintenek, és ahhoz képest egy negatív vagy egy pozitív eltérés mutat, arra ráaggatnak egy nevet, és betegségként kezeljük. Tehát ha igen, te mondjuk bal kézzel fogod a répát, és azzal... Na jó, ez félreértető. Szóval, hogy... szóval mondjuk bal kézzel hámozod a krumplit, de amúgy jobb kézzel fogod a villát, akkor az már egy betegség. Tehát, hogy elkörülhetjük el. Is, látod. De igen, de ez az, hogy most már tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy abból is tudnak betegséget megnevezni, ami amúgy nem az. Igen. Hanem egyszerűen csak kialakult. Miért nézzük ilyen vagányan?
És Garminek pisztolya van, keci? Ez nagyon meta, de jó ég. Garmin pisztolya? Ez egy konkrétan egy mém született újjá. Gyerek! Szórakozol! Ez mekkora már? Igazából innentől már inkább az vicces, mert poénosra tudnék átmenni, mint az informatívra, mert a lényeget igazából elmondtam. Na 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 A Hugh Bliss-nek a izé hangján szól ez meg. A Max, na viccelj meg. It's true. I got nothing. I'm a failure. I'm on the verge of tears. This guy's... Na, a Super Bowl is megszólalt. Köszönjük a hozzászólását, jó ember. Igen, Maria kettes ügynök. Kelly volt az egyes. És én voltam a Splatoon 1-ben a 3-as. Most betoljás, hogyha most 4-es leszek. Mondd, hogy 4-es. Mondd, hogy 4-es. Mondjál 4-est. I dare you. I double dare you. Agent 4! Yes! nagyon gyenge, de menjünk. Ó, nézd! Vannak kezeim! És a tévé sehova nincsen bedugva. Hogy működik ez? Miféle áramellátással működnek itt a dolgok? Egy rohadt konnektor nincsen itt. Tehát, akkor a mai kézolban először visszaemlékezés uncsi módra. Szeptember óta elkezdtem egy újfajta tanfolyamat, ugyanis most már elindultam a grafikus irányba. Erre azért vagyok annyira büszke, mert hogy eléggé megszenvedtem, hogy bekerüljek abba az iskolába, ahol bekerültem, de most jelenleg úgy vagyok, hogy talán tudom most már, hogy mit akarok, mert hogy eddig úgy volt, hogy rengeteg fajta hobbim volt, így a videóvágástól kezdve, most már a zenékbe is egy picikét szeretnék belekóstolni, a mozgóképbe, hogy hát ilyen After Effects-es animációkat láthatok, azzal készítem az intro-outrókat, meg a audio spektrumokat, meg hasonlókat, szóval azt is nagyon szeretem, meg hát a rajzolgatás is a nagy kedvencem, akármennyire nem tudok rajzolni. Viszont ezért is indultam el a grafikus irányba, hogy a grafikus szaknak így a csinyát, binyát így megpróbáljam elsajátítani, és akkor ez alapján tudjak majd fejlődni akár a videózás terén, akár a mozgóképernyős irány felé, de mindegy, a grafika, a grafikus szak az most nekem egy alap lesz, amire fogok tudni építkezni. És itt a vége. Ja. Sikerült. Ez a papír szerint én most grafikus volnék. Ó! Au! Ez nem jó. Bepánikoltam. Na, itt lesz vége a hard módnak. Eddig tartott a végig egyszer, hölgyeim és uraim. Ez a nyavajás pálya kifog rajtam. Morcos leszek. Akkor csöndben koncentráljunk. Hát csöndben koncentráljunk, bazd meg, az. Az. Van ember, bazd meg, aki ezt kitalálta magától, de ezt nem tudom felfogni, nem tudom elképzelni. Hey Leonard, how's it going? Hókusz pókusz. Nice. És így visszarakja. It's the deed to the United States. Fú, de rossz lehet neki ott, hogy begörcsöltet már az egész teste. Köszönjük, Leonard, jó éjszakát kívánok. Csá, Leonard!
Ez egy kenyérpirító, vagy mi a faszom? Bazd meg! Nintendo, mi a fasz? Kisült a kenyér, bazd meg! Kibaszott kenyérsütő! Színezem a kenyeret! He? Én úgy érzem, hogy én most adoptált gyerek vagyok, vagy mi ez? És ő az anyám? Miért ő az anyám? Legalább a... Ne... Hű, kezd sötét lenni. De már tavaszodik. Nem baj, még ma be szeretném fejezni a végigjátszást. Épp hogy csak elnézek egy pillanatra oldalra. Egy pillanatra elnézek oldalra, hogy meglessem, hogy mennyi az idő. És jön egy ilyen seggfej, egy propeller köcsög. Akinek nincsen jobb dolga. Á, nincsen jobb dolga, ez lefejez engem. És akkor most csak bemegyünk és lerendezzük Blitz bácsit, vagy még lesz még ott is egy ilyen next level boss fight, ahol... Most félig meddig nem figyeltem rád. Megszerűen koncentráltam. Ja, okay, nem baj. Mit mondtál? Nem mondtam semmit, se bazd meg. Hogy bocsáss meg. Oh, wow. What? Oh, da-da-da! Ha-ha! Nézzetek már oda, ez... Úristen, de menő, te jó ég. Ó, ez azért egy kicsikét jobban néz ki, ez a Pikachu szint ügyileg. Remélem a stat... Statilag... Na jó, ezt hanyagolom. Szóval a statjai azok is jók lesznek. Van egy ilyen, hogy önmegsemmisítés is. Igen, ez... Ez a karakter totálisan kezelhető. Light Sword Run! Mi az anyád? Mi az anyád? Kibaszott Jedi lovag? Ez de epic, uram isten! Gyertek, az összes Sith bekaphatja a faszomat. Gyertek, bazd meg! Yoda elbújhat! Ten mellett, gyerünk! Hááááájú! Tudududu! Ta ratata tatata 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 tatata. És Kiddivel néhány helyen marhára idegesítőbb ez a szegmensnek az elvégzése, főleg itt a méhek társaságában. Csak nehogy bekapjam a game overt, mert akkor... Akkor mirci morci leszek. És mi mostanában olyan sok buzi szöveget nyomatok el. Mirci morci, de bazzeg Dávid, hogy lehetsz ilyen... Eszméletlenül buzi szöveget. De komolyan. Az ilyenekről le kéne szoknom, mert ez... De ez az, hogy gáz, amit mondok, kimondom, tudom, hogy gáz, és... És utána meg szégyenkezem azon, hogy milyen gáz dolgot mondtam. Poszkót megütni, na végre! 6 rész alatt végre eljutunk ideig. Küldjük a gecibe. Ezt gondolom csak visszaút akar lenni. Say what? Azt a... Na, ez már... Mari, na, most mondjad, ez már pro volt. Ez már nagyon pro volt. Az elkövetkezendő egy órában az a tervem, hogy... Wow! What? 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 Bulbasaur! Mit keres ez itt? Jó! Jó! Szerintem Bionic Kidnek gyorsan tudjuk teljesíteni, teljesítettük is a kívánság kosárba a követelését, ezt szerintem ki is húzom akkor a listáról. Ez eddig nagyon jó az a felvétel, eddig ezt tökéletesen teljesítettük. Kihagyta az újraindító rakétát. Oh.
Fogadjunk egy 20-asba, hogy rá fog lépni a kutya. Ja. De hogyha ott látják, hogy ott van egy ilyen reset blokk, legalább a kutyát állítsák odébb, vagy valami. Hello. Ki a tököm kínja találta ki ezt a reset gombot? Ó, te jó. Tudom vinni ezt is. Hello. Ó, shit, ne! Fuck. Oké. Jaj, ez vicces lesz. És én nekem nem. Én nem fogok röhögni rajta annyit, mint ti. De szerintem ez vicces lesz. Hogy? Jó. Hoppáré. Jó. Nem, senkinek nem lett ez vicces. Visszamondtam. Én, mint emberi lény, leestem a mennyországból. Egészen mindennek a legaljára. Leestem, mert bűnös voltam, mert kutattam valamit, ami nincsen. Eltűnnek az érzéseim, amik nem is voltak. Ki tudja, hogy lesznek ezután. Nem tudom, hogy hova kötök ki. Lehetséges, hogy egy másik világba. Lehetséges, hogy a következő videóban nem is találkozunk. De hogyha mégis, akkor... Bazd meg, ezt nagyon elkúrtam ezt a szöveget. Jó. Na jó, figyelj. Most lesz jó. Elmegy ez a gyökér. Ezt egy gyökér terveztem. Jó, elmegy az a gyökér is. És ezt lelövöm. Ezt meglövöm megint. És most lövöm meg azt. Mondom, most lövöm meg azt. Mi a fasz vár ezt tőlem? Nincs itt fölöttem semmilyen, ott egy grappling hook, de az nem tudom, hogy ezt fel tud-e vinni. Tudod mit? Fuck that shit! Hát de komolyan bazznek, hogyan akarja ezt, hogy megcsináljam? Drága slupokom, nem akar velem jönni. Visszautasítja. Ja, hogy rajta tartod, jó van. Meg is kapom? És olyan rossz, hogy még a Pikachu is nézi. Ő is rajta tartja a szemét. És akkor most relaxáljunk Slowpoke-kal. Mély levegőt beszívunk, és akkor így meditálunk buddhista módra. De hülyén néz ki, basszus. Ilyen jó öreg káosz. Nagyon már visszakapta a kazettás magnóját, örül neki. Black, vagy bleak, nem tudom. Én blacknek szólítom, azt szerintem menőben hangzik. Fehér, egy fehér hóember azt mondja, hogy black. Ez a fuck you, I'm black. Ez az egetverő baromságot. Minden játékban utálom azt, hogyha kinyitsz egy tök jó ajtót, aztán a mögött is csak kulcsot találsz. Innen jöttem. Ne! Fuck! Bazd meg! Jó. Apró újdonsült információ, hogyha bemész a bejáraton, akkor rezeteled a pályát. Ez zseniális. Aha. Ó, igen! Tudok utazni rajta. De király! Jó, a takarító robotnak a édesanyja. Szerintem ki fog békülni vele. Hallod, édesanyja szólt neked, mondta, hogy takaríts ki a szobádat, de úgy nézem, de most éppen a graffitit rajzoltad föl. Helyes, jól tetted, fiam. Vagyis, jól tetted takarító robot. Semmi közöm nincs a gyerekhez, esküszöm. Ja,
Én mindig csodálkoztam azon, én tényleg Brockot mindig csodáltam azért, hogy ő csukott szemmel is lát. Ez annyira fantasztikus képesség szerintem. Értem. Betom dobni Dixit. Ez 300. videó. 300. videó. Motherfucker. De ez egyébként csak az épületen belül működik. Tehát, hogy kívül nem, mert... Egy hosszú folyosó és misztikusabb, mint amúgy. Igen. Igen, az mondjuk félelmetes is. Már arra gondoltam, hogy mikor fog jönni valami jumpscare, de úgy néz ki, hogy az... Amúgy az a durva, hogy egy csomóan mondták azt, hogy ez most egy horror játék, és csomóan hitték azt, hogy lesz jumpscare vagy ijesztő rész. Én is azt hittem amúgy, de mivel én nem úgy ismerlek téged, úgyhogy... Igen, én kifejezetten utálom a jumpscare-eket, meg az ilyen dolgokat. Hála a jó égnek. Az csak dolog a jumpscare, tehát... Az csak megijesz, nem is... Mert ez így félelmetes. Ez így nyomasztás. Ez pontosan nyomasztó. Viszont ha a jumpscare-re oda dobsz valamit a pofám mellé, akkor megijedek. De attól még úgy, hogy nem fogok félni, csak beszarok. Úgyhogy... Fantasztikus. Szarulásnál segítsen, tehát hogyha mindenkinek ilyen problémája, hát külön hát persze, a szarulás közben azt szól csinálni, hogy elkezdek egy horror játékkal játszani, hogy tele van jumpscare-rel. Rögtön be is izzítom a Resident Evil 7-et. Egy ritka fosszíliát keresnek jelenleg. A miau tud beszélni? Anyádat, balagát! Ez itt egy Onyx. Jó van. Ez kicsikét megijesztett, de rendítsek. És Carol a szerencsétlen, aki próbálna menekülni, és észreveszi, hogy basszus, ez egy lagúna, és ezből nem fog tudni kijönni a büdös életbe. Szóval igazából így körözhet, ameddig akar. De igazából egy repülőgépre kéne felszállnia, hogy meglógjon innen. Világegyetem leghülyébb, legértelmetlenebb, legsemmit mondóbb befejezése, ami történt. Bárki találta ezt ki, tőlem megérdemelne legalább egy tiszteletteljes sallert. Vagy minimum egy... Nem tudom mit. Csúszson el egy banánon, vagy akármi, de... Hogy lehet így befejezni egy játékot? És könnyű. Figyeljétek a idiótát. Jaj, jó a másik. És csinál ott felfordulást. Ne! Nem baszol ki velem, Ádám. Egy vidpróval, aztán nehéz. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Az is ilyen szar volt. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Látlak, utállak. A katapult, figyeld, a katapult mestert. Hopp! Nem. Sorry about that. Semmi gond, megbocsátok. Én egy türelmes ember vagyok, tudod, bazd meg? Tudod, bazd meg, én egy türelmes ember vagyok! Keep on trying, don't let it get to you. Aha, jó van, akkor vigyázzunk el a bőrünkre. Hohohohoho, annyira sejtettem, basszus kulcs. Pedig csak sejtettem, értitek? Nem is gondoltam arra, hogy ott megbújt valaki. Chancy! Oh, várjál! Chancy! Mindent vissza! Senki nem mozdul sehova. Chancy a holdhegyen. Most fog beszarni. Chancy a holdhegyen, ez nem a safari zónában kéne... ...tespednie?
mindegy, a főcímzene az, az már nagyon régóta megvan nekik, csak pénzük nem volt arra, hogy, hogy megcsinálják ezt a játékot így, hát kicsikét hamarabb, hogyha úgy teszik. De ugyanazt az engine-t meg, vagyis hát az engine nem tudom, de ugyanazt a rajzstílust használja, meg animációkat, ami ebben a játékban is volt. Nagyon szeretem ezt a játékot. Igen, nagyon szeretem ezt a játékot. Ja. Így csak izzadok, rengeteg vizet veszítek. Jézusom, mi a franc ez? Tényleg olyan, mint az óvodások. Fogócskázunk, vagy mit tudom én. Hé, ez csalás! Megint fölmentek, hát ez ócska tréfa. Na nem, 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 nem. Annyi volt a lufit. Ó, nem! Bocs, srácok. A játéknak vége. A játékos időnek vége. Benn maradsz. Benn maradsz. Maradj már bent. Jó, ez már jobb. Gyerünk, maradsz. Nem! Nem! Maradsz bent! Utolsó! Mit keresett itt a Chancy? Mit keresett itt? Amúgy őszinte részletem, mert szeretném kinyílni, mert a nézőn felé, hogy engem el kellett viselni itt, úgyhogy részletem. Gábor, még egy szót szólsz, és nem fogom kirakni ezt a videót YouTube-ra. What? Mi ez, minigun? Minigun, bazzeg! Miért van minigun ebben a játékban? Esélyük nincsen! Mi van a rakéta csapat? Ő Jesse, igen, Sergei jól ismerjük. De úgy dizájnban egészen jól néznek ki. Jesse és James. Mondjál valamit! Nem már! Ez nem a rakéta csapat! Ez nem az a rakéta csapat! Oké, második round. Dinamit. Na, az ugyanolyan, mint a bomba. Csak dinamit. Ó, még egy! Szuper! Úgy kaptál. És egy harmadik? Három az igazság, ugyebár? Az igen. Ez ilyen overkill. Túl jó az RNG. Hát most az én oldalamon volt, határozottan. Megserröltettem magam. Nem DK. Azt nem ma. Jaj, nincsen tollam! Yes! Láttátok ezt? Nem jó. Nem rontottam. Jézusom, segítség! Itt egy gyilkos! Nem maradsz ott! Miért kell azt csinálni, hogy bedobsz az elején egy marhára nevetségesen kinéző boss, a második az tök epic, és a harmadik egy visszatérő nevetséges boss, ami most már Neo-Octostom. Miért változtatja a nevét a harc közben? De jó, ez egy kicsikét hatékonyabb, mint ami volt még régen, az első részben. De ettől függetlenül az, hogy van egy régi boss, amihez hozzáadtak néhány más ötletet, az még nem azt jelenti, hogy olyan anyád! Az nem jelenti még azt, hogy hármas, yeah! Ne már, ne csináld már ezt, léci! Maradj úgy! Most az esernyőért fog menni. És ugrik, és csak együtt és... Fuck, nem! Na, ez szoros lesz. Ez már rendesen izgalmas. Bazd meg a bomba! Jó. Menj egy kérdőjel le. Ugor, úgy. Szép volt. Gratulálok.
GG easy, I'm coming easy. Oh, hello. Hello, hát mi bajod van? Mit csináltál? Hogy jöttél te egyáltalán ide? Aha. Zeff is a alapenergiát adja a Inkopolis népének. Ez egyértelmű volt szerintem. Igen, onnan jöttünk. Meddig lehet nyomkodni ezeket a dialógusokat? Like a Master Chief. That's okay. Mi az a fej? Nagyon unja. Várjál, rá tudok közelíteni? Nem tudok. Dude, shut your face and get to work already. Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai fapipa nap, papi fapipa, látod, ezt még el is rontottam. Ez még ilyen egyszerű. Egyszerű kell. Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac kopasz kukac. Hoppá, oda nézzél. Elől megyen hat bak. Utána megy hat pap. Hatot ütött, bakot ütött, hatot bakot, bottal ütött, hat pap. Ezek kellenek egyébként, mert utána lehet beszélni. Nem minden fajta szarka-farka, tarka-barka, csak a farka-barka, tarku, szarka-fajta, farka, tarka-barka, mert ha minden fajta szarka-farka, tarka-barka volna, akkor minden szarka-fajta, tarka-barka, farku, szarka-fajta volna. Milyen kiszart bele a szarkába, mi? Mert figyelj, a szarka szarba beleszart, a szarka mindent lehet itt csinálni. Öt görög görget görgön, görbeúton görgő gömbé gömbölyödött öt görög dényét, ez kurva egyszerű volt. Na, itt van fönt ez a híd. Bulbasaur talált valamit, de most már nem érdekel. Not blue! Ajaa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 a
not gonna believe this. Itt van, nem fogok elhinni. Ez a Pokémon. It is a... Mi a fasz van? Mi van? Elkezd dadogni, meg nem fogom elhinni. Mit nem fogok elhinni, aztán kihív harcolni. Gyere Tom, mindjárt vége az epizódnak. Vért ki egy kicsikét még. De hülye is belement! Belement az áramba. Szívből gratulálok. Na, oké, kövi. Ja igen, el kell lopni a kulcsait. De az hogy? Mivel? Hol tartja ez a kulcsait? A nadrág zsebében, nem? Aha, ott van. Amikor lehajol, akkor kéne... Ez az! Megvan! Megvan a kulcs! Fuss! Nem a tiéd, az enyém most már. Adjál! Ja, jó van, oké, dude. Oké, nem akartam, adjad. Ott a kulcsot, vigyed. De azért visszamegyek a kertedbe, jó? Nem, Ken az egy másik karakter. Te Ryu vagy. Te érted? És még 200-on vagyok, bazd meg. 200-on még nem ütött ki. Yes! Így ki kell szállni, mi? Hopp! De hello! Jó van! Oké. Ez menőn nézett ki. Ez nagyon tetszett. És hogyan szállok akkor ki? Vár, tudom. De hello! Oké, megismételtem azt a nagyon vagány mozdulatot, de másodszorra már nem annyira működik jól, mint először. Waifu materiálok? Jó, hát az a te személyes problémát, hogy csak víztípusú pokémonokat használsz. Ja, csapassad. A tesóid megvoltak, te is megleszel. Ja, de én alapvetően úgy videózok, ja igen, erre is rá szerettem volna térni, hogy mégis én körülbelül hogyan kerültem ide. Az volt, hogy random
benyomulnak a mém-szerverém. Mém-szerveré. Júj, Benyó, nehogy megnézd ezt az epizódot, le van holtva a Discordon, bazd meg. Mém-szerver. Na nézzük csak akkor, hol is van az a bangomb? Azt mondja, hogy jobb klik a névre, és pirossal ott is van, hogy ban. Meg is vagyunk nagyszerű. Fócsém, ne csináld. Ne spammelj. Charge-oltam azt a smash már egy órája, öcsém. Hello. Ne tíbegeljél engem, Bella. Csak azért, mert neked jobb fegyvered van. Majd nekem is lesz, figyeld meg. Aztán találkozunk és egyvéjegyezünk. Vetted? Hát ez Oscar darál. És hát, mivel hogy a Ditto az így a megőrzőben így át tud változni azzal a Pokémonnál, amivel éppen szeretne. Például az, hogy éppen ott van mellette, mondjuk a Magikarpa. Ez most egy nőstény Magikarp, és akkor ő átváltozik egy híd Magikarpa, és akkor őt elkezdenek csinálni utódokat. És ja, ebből áll a Dittonak. Szóval ő azzá változik, tök mindegy, hogy híme vagy nőstény, lehet tenyészteni vagy nem. A Ditto olyanná fog változni, amivel lehetővé tegye azt, hogy tudjunk tenyészteni Pokémon. Ergo a Ditto transzi. Jomenterry. Ha? What? Jomenterry on Smile is beautiful on Gravity Stings. Ezek mik? Ezeket a büdös életben ma láttam. Szerintem az a Gravity Stings, ez biztos, hogy valami olyasmi lesz, mint hogyha ilyen holdbéli tájjal játszanál, és ilyen óriásiakat tudsz ugrani. De mi az, hogy Jomenterry? Várjál, ez szerintem érdekel. Felcserélődik mondjuk, vagy a bundájuk színe, vagy... Wow! Lol! Hoppá! Oké. Értem. Várjál. A Gravity, az is benne van? Aha, Low Gravity. Mm-hmm, sejtettem, hogy ez lesz. Ujj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 j
Gyönyörűen néz ki, mint a két bacillus összevitatkozott volna a konyhában. És végigpörgetek az összes epizódon egyelőre. Ó, nincs is rajta a pelenka! Hoppá! Várjál, lehet, hogy van ott az elején valami, ilyen kis takarás? Ez már major audience lesz akkor, várjál. Ott van rajta valami. Nincs, nem lesz, az a hasa? Vagy... Nem, a pelenka textúrája nem nőtt vele. De, belenőtt, csak ez egy poligon igazából. Vagy nem? Aha. Én szerintem a pelenka nem nőtt vele együtt. És ott elő valahogy úgy ki... látszik. Omega lol. Ilyen testközeli értékek vannak benne. Még megy. Még természetesen, és hogyha még mondhatok egy mottót, ha ebben az évben januári fogadalommal elkezdhetek edzeni, akkor soha ne hagyjátok ki a lábnapot. Hiába kézvlogolunk, és a kezünk elég erős ahhoz, hogy folyamatosan artikuláljunk az arcunk helyett, a lábnapot ne hagyjátok ki. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Szervusztok!